Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan lehet command blokkot barkácsolni. Kell hozzá, mennyi ez 8 fa, így körbe le kell rakni, és középre ezt fákját kell rakni. Ennyi. Sziasztok! Itt az ideje egy újabb tutoriálnak. Igen, itt az ideje egy kicsit okosodni, már rég volt ilyen. Az előző videó alatt a summon volt, úgy látom, hogy az execute szerepel a legtöbbször, én nem arra szavaztam volna. Az execute ugye arról szól, hogy valamilyen entitással lefuttatok egy parancsot, tehát ha egy commandokba az van írva, hogy say, mondjuk, akkor a commandok nevében kiírja azt a szöveget. De ha elírom, hogy execute, mit tudom én, tehén, akkor a tehén nevében írja ki, vagy mondok egy másikat, hogyha az van írva a commandokba, hogy egyel fölé rakjon egy követ, akkor ide fog rakni egy követ fölé. Viszont ha elírom azt, hogy execute tehén, tehát a tehén nem futtassa, akkor a tehén fölé fogja lerakni. Tehát mintha a tehén begépelte volna a parancsot, és ő futtatta volna le. De szerintem eddig is tudtátok. Jó, szintaktika. Execute. Szóval igen, én nem erre szavaztam volna, mert hát nem könnyű bemutatni. Ez ugye csak annyiról szól, hogy lefuttatok más egy parancsot, de aztán sok parancs van, tehát mégis hogy lehet ezt bemutatni, végigmenni az összes parancson? Úgyhogy nem tudom, de mindegy, kihozunk belőle valami. Na. Szóval, a szintaktika kettő van. Az egyik az, hogy execute, aztán az entitást, ez ugye egy selector lesz, az a at, az a kukac karakter. XYZ. Itt azt lehet meghatározni, hogy a entitástól hoz képest hol futtassa le a parancsot. Majd mutatok rá példát. Aztán a parancs. Vagy ugyanezek, csak a parancs és a XYZ közé még egy ilyen detect részt, ezt a részt itt beírjuk. Ez blokkot tesztel. Azt jelenti detect, hogy hol legyen, megint XYZ, milyen blokk, és a datát is meg lehet adni. Majd erre is mutatok példát, de előbb a rövidebb változat. Ez mint a killer bunny, megint vadászik. Jó, hát akkor a mai... Ah, az igen, belesétett a blokkba és kinyírt, ami fölötte volt. Mi volt fölötte? Farkas? Ott nem oda néztem. De rossz. Jó. Te olyan nyugodtnak nézel ki, veled fogom. Mondjuk lehet, hogy tárgyal kéne. Azt én nem fogom most mászkálni. Jó, csak itt egy tárgy. Per execute. Selector. Csak tárgy, type egyenlő item. Ha csak ennyit írok, az azt jelenti, hogy minden tárgyal futtassa le. Hát elég csak, amit van mellettem. C egyenlő 1. A C az a countnak a rövidítés, hogy hány tárgyal. Itt van a legközelebbi hány tárgyal, ha nagyon pontos akarok lenni. Ha egyet írok, akkor a legközelebbi, tehát ami itt van mellettem. Ha kettőt, akkor ez plusz a ezután következő legközelebbi. Tehát nézitek. Egyenlőre ott, ahol van, ugye XYZ koordináta, itt is lehetnek relatív koordináták. Ott, ahol van a tárgy, ott futtassa le a tárgy azt, hogy mit tudom én, say hello. És a item title block iron azt mondja, hogy hello. Jó. És akkor itt adhatok neki parancsokat. Igazából ilyen formában nem biztos, hogy van értelme. Mármint konkrétan szép parancsal, de mondjuk egy set blokkal már lehet értelme. Ugye emlékeztek a szuperhősös például, de hát rengeteg Reston szerkezetben használok én execute-ot. A szuperhősös videóban ott a például a, hogy hívták azt, az Iceman, igen, Iceman volt az, aki a maga alájeket rakott, hát ez egy execute set block volt. Meg talán detect, nem volt, akkor még nem volt detect, igen, nem is kell bele igazából. Jaj. Tehát azt akarom, hogy set block maga alá csináljon. Egy kis levegőt. De ez most azon a koordinátán, mínusz egy y szerint, és akkor maga alá rakott egy levegőt. Oké, de most mi van, hogyha azt írom, hogy
csak ne levegővel, hanem valami látványosabban, követ rakjon maga alá, de a parancsot kettővel fölötte futtassa le. Tehát itt azt mondom, hogy az execute a tárgy fölött kettővel fusson le, és rakjon egyel alá egy követ. Akkor hol lesz a kő? Hát egyel a blokk fölött. Ugye kettővel fölötte futtatja, hogy egyel lejjebb. Ennél működik. De teleportnál például nem működnek ezek a relatív koordinátás hülyeségek. Aha, mondjuk X tengely mentén, tehát ilyen irányba fogom teleportálni. Ugyanis a teleportnál is lehet megadni egy relatív koordinátát, hogy a entitás magához képest mennyivel menjen arrébb. Mondjuk ha ide azt írom, hogy X plusz 2, akkor X tengely mentén 2-vel teleportáljon arrébb. Na most, ha ide mínusz 2-t írok, ugye akkor hát az eddigiek szerint annak kéne történnie, hogy helyben marad a tárgy. Tehát 2-vel negatív irányba teleportáljunk, 2-vel pozitív irányba, mínusz 2 plusz 2 az 0. Tehát helyben kell maradnia, de nem, hanem. Ja, azt is meg kell mondom, hogy ki. Na ez érdekes. Mert hát én beírhatok ilyet, hogy... Na. Akkor teleportálok fölfelé, de tárgya nem hajlandó ezzel a szintaktikával. Na ez érdekes. Jó, semmi gond, akkor kimásolom a szelektort. De fura, ilyen még nem volt. És látjátok, elteleportált 2-vel pozitív irányba, pedig azt mondtam neki, itt van, hogy negatív irányba 2-vel futtassa le, így működik a TP, tehát mindenképpen a tárgyhoz képest. Ez csak érdekesség, a többinél azt hiszem nem, de nem kísérleteztem még az összeset, tehát most minden parancsot kipróbálni az execute-tal. Azt nem is mondom, hogy az execute is tud execute-ot futtatni, és igen, lehet értelme. Szerintem csináltam is már olyat. Szerintem azt a rendszert úgy csináltam, amikor úgy lehetett lényeket idézni, hogy kidobáltunk tárgyakat egymásra. Akkor ott egymással futtatták le a parancsot, ha jól emlékszem. De már nem vagyok benne, biztos rég volt. Jó. Akkor térjünk vissza a kőlerakósra. Hogy követ rak lefelé, de egészítsük ki azzal a detect dologgal. Ezt lassan command blockba kéne írnom. Sőt, command blockba is írom. Kapok egyet. És felvettem a tárgyat. Megkidobjuk újra. Na hát a command blockhoz is az a tárgy lesz legközelebb. Tehát detect. Aztán, hogy hol. Mondjuk, ha alatta vas van, hoppá, mínusz 1, Minecraft, Iron Block, ha jól emlékszem, és meg kell adni a, tehát itt mindent meg kell adni, nem lehet kihagyni, ugye általában el lehet hagyni a datát, de itt mindenképpen kell, mondjuk 0. Akkor kiderül, hogy, na közben megtaláltam, hogy mi a gond, az van, hogy itt az execute nem megadtam, hogy... Na most nem tudom mennyi volt, azt hiszem plusz 2 vagy mínusz 2, nem tudom. És hát ez is számít. Tehát ezt most kitörlöm, mert csak zavaró. Nem szoktam használni ezeket, tényleg nem tudom mikor lehet hasznos, hogy a entitástól valamennyire lefuttatom. Hát... A koordinátás parancsokban lehet használni koordinátát, tehát relatív koordinátákat, na. Úgyhogy fölösleges két helyen. Na jó, mindegy. Tehát most ott, ahol van a tárgya, lefutatja az, hogy van-e alatta vasblokk, illetve azt teszteli, ha van, akkor rakjon alá egy követ. Inkább legyen fölé egy követ. Úgy. És lefut. És hogyha azt írom, hogy plusz 1, tehát
fölött egyel, meg attól lejjebb egyet, tehát ahol van a tárgy, ott lesz a detekt, akkor nem fog lefutni, mert levegő van ott, ahol a tárgy van. Tehát ez volt előbb is a gond, hogy itt az execute-nak a koordináta is beleszól. Ja. És akkor még annyi parancsot lehet. Igazából nem tudom még mit mondjak el az execute-ról, ennyit tud, hogy valami entitással lefutatok valamit, lehet az több entitás is, tehát én most csak egyel, hogy nem tudom miért, de na kidobok több tárgyat, mit tudom én, de akkor már itt mellette, kidobok több tárgyat, és kitörlöm azt a C egyenlő egyet. És úgy futtatom le, akkor minden tárgyal, ami a világban van most, illetve hát be van töltve, úgy mondom, mert ami ott a vonalon túl van, ami nincs betöltve, azzal értelemszerűen nem futtatja le. Az, hogy ha van alatt a vasblokk, rakjon föl légkövet. És bármilyen parancsot le lehet futtatni, sőt, egy másik execute-ot is le lehet futtatni az execute-tal. Igen, lehet. Vannak olyan helyzetek, amikor van értelme. És nem tudom, nem tudok végigmenni az összes parancson, hát nincs is értelme, így execute-tal. Tényleg nem tudom, hová lehet még ezt tovább ragozni. Annyi, hogy lefuttatom az entitással a parancsot. Lehet itt egy megkötést arra, hogy milyen blokk van mellette, és ennyi. Ha visszanézitek régebbi restonos videóimat, vagy az... nem annyira régebbéket, ugye az 1.8-asokat, ott jött be az execute, akkor ott láthattok példákat az execute-ra, hogy mikre lehet kihasználni. Nagyon jó dolgokra, tehát tényleg. Nagyon jó parancs. Úgyhogy ennyi. Ha kérdésetek van, akkor válaszolok, és írjátok meg, hogy mi legyen a következő parancs. Szavazzatok. A kézikönyv óvjam.